Beadványokkal fordul az integritás hatósághoz a Jobbik, hogy kiderüljön, az új szervezet valóban kivizsgálja-e a korrupció gyanús ügyeket. A párt azt szeretné, ha egyértelművé válna, milyen valódi jogi lehetőségei lesznek a hatóságnak. Gyöngyösi Mártont kérdezzük. A Jobbik elnökét és EP képviselőjét, jó estét kívánok, köszöntöm nálunk. És mivel EP képviselő, ezért hadd kezdjem azzal az integritás hatóság előtt, amivel itt a Bajtok Újhely Istvánnal a Híradó előtt. Ő azt mondja, hogy egészen biztosan tudja, most jött az Európai Bizottsággal tárgyalt, onnan van az információ, hogy napokon belül aláírják a megállapodást. Önnek van esetleg hasonló információja, vagy ön is ennyire optimista? Hát vannak bizonyos jelek, amiből azt látjuk, hogy Magyarország kormánya és a bizottság megegyezett, már ha erről a megállapodásról beszélünk. Erről a megállapodásra gondol, de azt nem tettem hozzá, hogy azt mondja, hogy alá lesz írva a megállapodás, de pénz nem fog jönni. Hát már pedig nem tudom, hogy ez a megállapodás, ami nem jár források lehívásával, az mennyit ér, azt lehet lobogtatni, de itt Magyarországot az államcsőt fenyegeti, hogyha nem érkezik Európai Uniós forrás a Magyar Nemzeti Bank trezorjaiba. Attól tartok, hogy az ország az egy-két hónapnál többet nem húz ki a jelenlegi devizatartalékaival, és ha nem jön Európai Uniós forrás, akkor Magyarországot a csőd veszély fenyegeti. Egy-két hónap múlva a csődbe kerülhet Magyarország, mert az nagyon-nagyon-nagyon közel van, és az uniós pénzek, hát egy-két hónap, az január vége addig jönni fognak, még a megállapodás is lenne. Hát nézze, Magyarországnak ugye a folyófizetési mérlegében mind a kereskedelmi oldalon, lévén, hogy sokkal többet importálunk, mint amennyit exportálunk, mind a befektetési oldalon sokkal többet fektetnek be külföldiek Magyarországot, mint amennyit Magyarország fektet be külföldön, így euróra van szüksége, vagy legalábbis devizára. Ez meg nincs, tehát ez fogy, ez kifogyott, nem tudtuk lehívni az Európai Uniós forrásokat, és már réges-régen a veszélyzónában van a magyar devizatartalék. Közgazdászok már augusztusban fölhívták rá a figyelmet, hogyha ilyen ütemben fogy a devizatartalék, akkor előbb vagy utóbb a csődnek a veszélye is fenyeget. Még egy dolog, azt is mondta az előbb Újhely István, hogy szerinte az unióból való kilépés továbbra is veszély, mégpedig ő azt mondja, hogy szerinte a következő fél évben ez el fog dőlni, hogy kilépteti-e Orbán Viktor az unióból Magyarországot. Mit mond erre, ez mennyire tartja ezt reális veszélynek? Nézem, amikor én 2019-ben az európai parlamenti választások kampányában azt mondtam, hogy az EP választás tétje az, hogy Magyarország az Európai Unió tagja marad-e, akkor még az ellenzéki kollégáim is mosolyogtak, és azt mondták, igen, hogy ez egyfajta retorikai túlzás. Volt, de most az előbb itt azt mondta, hogy mindjárt államcsőd lesz. Tehát, hogy mi érdeke lenne Orbán Viktornak kilépni most fél éven belül az Európai Unióból? Hát nézze, ha nem jön forrás, és erre ugye Orbán Viktor utalt a nyári tusványosi beszédében is, hogyha nem jön forrás, akkor igazából neki nem sok érdeke fog fűződni ahhoz, hogy Magyarország az Európai Unió tagja maradjon. Ő egy ilyen keleti típusú autoriter rendszert épít, a ilyen, nem tudom én, félfeudális gazdasági modellt, ami nem tudom én, Oroszországban meg Kínában gyakorlat, de nyugati európai országokban nem nagyon. Tehát ő teljesen elszakadt. Itt leszünk egy szál magunkban, itt Közép-Európában, ugye mindenki az Európai Unió tagja, Ukrajna is oda tart, ugye a háborúnak még nincs vége, de hát akkor mi lesz? Nem leszünk egy légüres térben? Hát nézze, hogyha egy kormányfőnek az a célja, hogy a hatalmát megtartsa, és ez az egyetlen egy célja, akkor őt nem fogja az nagyon érdekelni, hogy Magyarország milyen szövetségi rendszerbe tartozik. Ő abba a szövetségi rendszerbe akar majd tartozni, ahonnan pénzt is kap a rendszere fönntartásához, gondolom Oroszországtól, Kínától fog kapni. A hatalmát meg tudja tartani, nem sok senki rajta jogállamisági kritériumokat számon kérni, ha oda tartozik, és nem a jelenlegi szövetségi rendszerben. Hát nyilván a háború végkimenetele is nagyon sok mindent elárul majd, hogy Oroszországtól milyen pénzt kapna, hogy egyáltalán milyen helyzetben lesz Oroszország, ezt nem tudjuk, úgyhogy térjünk vissza az integritás hatóságra. Szijjártó Péter ma Paksot úgy tűnik, hogy megint tárgyalt róla Szamarkandban, Üzbegisztánban, és az oroszok biztosították arról, hogy Paksa lesz pénz. Én nem tudom, hogy Paksot hogy lehet majd úgy megépíteni, például, hogy nincsen bele turbina, meg nincsen bele elektronikus rendszer, mert hogy ezt a kettőt a General Electric meg a Siemens biztosította volna hozzá, de az oroszokkal úgy tűnik, hogy a megállapodás az legalábbis hát még mindig így a tárgyalóasztalon van.
A integritáshatóság, beszéljünk erről bővebben, mert tulajdonképpen hát milyen jó szó, vizsgáztatják, vagy próbára teszik? Mit csinál a Jobbik ezzel a hatósággal? Hát ugye ezt a hatóságot is azért lépteti életbe az Orbán kormány, hogy az Európai Bizottság felé megpróbálja bizonyítani azt, hogy Magyarországon a korrupcióval szemben hatékonyan fellépnek. Én nem tudom, mi szükség van egy ilyen hatóságra, amikor van ügyészség, van rendőrség, vannak bíróságok. Tehát ezeknek hát a kormány azt mondja, hogy ezt a bizottság kérte, ezt a hatóságot. A bizottság azt kérte, hogy a korrupciót számolják fel Magyarországon. Nekünk meggyőződésünk szerint az Európai Ügyészséghez való csatlakozás lenne a megoldás. Ehhez képest az Orbán kormány létrehozta ezt a hatóságot, aminek az lenne a feladata, hogy a korrupciót felszámolja. Ennek az élére ugye már az, hogy nevezték ki ezeket az embereket a hatóságnak az élére, ugye az állami számvevőszéknek a javaslatára, a pénzügyminisztérium koordinálásában. Nekem ez így ránézésre semmiféle garancia nincs arra, hogy a korrupcióval ez a hatóság ez hatékonyan tudjon foglalkozni, és a korrupciót felszámolja Magyarországra. A közleményükben nem ezt írták, mert a közleményükben azt írták, hogy a hatóság elnöke, Miró Ferencről van szó, nem NER ember, valódi szakmai teljesítményt mutatott fel. Önök fogalmaztak, hogy ez mégsem garancia? Kétségtelen, de a nyakába ültettek két olyan alelnököt, akiről én nem hallottam, meg senki sem, akivel én beszéltem, és hát ugye egy elnökség áll fönn, egy elnökkel és két alelnökkel. Tehát ilyen értelemben a szakmailag nem kifogásolható elnök az kisebbségben van, és hát akkor egyetlen egy módja van annak, hogy kiderüljön, hogy ez a hatóság ez mennyit ér, hogyha teszteljük. Itt van egy rakás korrupciós ügy, helyi szinten, országos szinten el kell kezdeni beadványokat megfogalmazni, és megnézni, hogy ez a hatóság ez valóban teszi-e a dolgát, és a korrupció ügyében végre előre tudunk-e jutni. Önök ez valóban fogják tudni ezt ellenőrizni? Mert hogy állítólag erre ott van az Európai Bizottság, Újhely István azt mondta el, hogy az előbb, nem tudom, hogy nem hallotta, ezért mondom el, hogy az Európai Bizottság kidolgozott erre egy mechanizmust, egyébként Navracsics Tibor is ezt mondta, hogy pontról pontra, tehát addig egy eurócentet nem fognak utalni, amíg nem győződnek meg arról, hogy az jó helyre megy el, és ellenőrizni fogják ennek a hatóságnak is a munkáját. Hát ez így van, hát gondolom ez az egész egy blöff, tehát én se gondolom azt, nem vagyok annyira naív, hogy azt gondoljam, hogy ezt a hatóságot azért hozták létre, hogy a NER-nek a korrupciós mechanizmusait, amire az egész rendszer épül, az felszámolja. Ezt én is tudom, ezt be kell bizonyítani. Én azért szeretnék minél előbb beadványokat megfogalmazni a hatóság felé, hogy tényszerűen bebizonyítsuk azt, hogy ez a hatóság ez egy szemfényvesztés. És hogy, tudják ezt bebizonyítani, és akkor utána erről beszámolnak az Európai Bizottságnak, vagy hogy bizonyítják be? Mondjuk a gyakorlatban mi lesz az első beadványok például? Hát én most arra kértem a jobbikos szervezeteket, hogy vidékről hozzanak fel kevésbé ismert, vagy akár ismertebb ügyeket, témákat, amelyek Európai Uniós forrásokat érintenek, amelyeknél a korrupció gyanúja fölmerülhet, és ezeket adjuk be a hatósághoz, és nézzük meg, hogy mit kezd vele. Ha ezek leperegnek a hatóságról, ezek múltbéli ügyek? Tehát, hogy ezek már megtörténtek, nem tudja a hatóságnak feladata visszamenőleg, nem mondhatja azt, hogy hát bocsánat, még meg nem történt korrupciós ügyben, senki nem tud nyomozást indítani, vagy vizsgálódni, tehát természetesen hát abban nem, ügyek, de az a feladata, hogy ha majd jönnek ide az uniós pénzek, akkor azok legyenek jól elköltve, ezért kérdezem, hogy nem abban fog majd az integritás hatóság dönteni, vagy dolgozni, vagy felügyelni? Hát az aztán tényleg egy nagyon furcsa dolog lenne, hogyha a hatóságot ez egy ilyen bianco check lenne, amit a kormány így lerak az asztalra, és elvárja azt, hogy a bizottság ezt ennek nyomán higgyen a magyar kormánynak, és átutalja a pénzt. Tehát én úgy gondolom, hogy itt van már most rengeteg olyan ügy, amelynél a korrupciónak a gyanúja nagyon erősen fölmerül. Ennek a hatóságnak az lenne a feladata, hogy ezekben az ügyekben eljárjon, és mutassa meg, és bizonyítsa be, hogy Magyarországon létezik olyan hatóság, amelyik üldözi a korrupciót. Itt most ennek a tesztjét fogják látni. No, egy picit más, majd hogyha meglátjuk a végeredményt, akkor nyilván beszámolunk róla. Reagált a kormány tegnapi bejelentésére az újabb hatósági árakról. Orbán útja a szocializmus, ennek eredménye még nagyobb infláció lesz. Miért a szocializmus útja ez teljes mértékben?
Hát nézze, az a fajta gazdaságpolitika, amit Orbán Viktor kormánya, amelyik magát jobboldalinak meg konzervatívnak nevezi, amelyik az újraelosztáson alapszik, amelyik a állami beavatkozáson alapszik, amelyik a hatósági árakkal operál, ez engem nem is a kádárizmusra, hanem a Rákosi időkre emlékeztet. Igen, csak tehát... ugye most helyzet van, háborús helyzet van, és Török Zoltánt olvastam, ő a Raiffeisen bank elemzője, aki szerint egyáltalán nem ördögtől való ilyen háborús helyzetben az árkontroll. Második világháború óta nem látott sokkot látunk most, és a második világháború után közvetlenül az Egyesült Államok is, aki azért kommunizmussal utána sem vádolható meg, alkalmazott árstoppokat, ahogy egyébként most Németország és hatósági árat vezetett be az áramra, az üzemanyagra, a gázra is fog. Nézze, vannak hatósági árak, ezeket általában időszakosan szokták, és nagyon meghatározott termékekre, meg meghatározott szolgáltatásokra. Az, hogy ezt a kormány ezt ilyen kampányszerűen, és nagyon-nagyon hosszú és beláthatatlan időre alkalmazza, ez alapvetően az infláció elszabadulásához és áruhiányhoz fog vezetni. Ha az inflációval szemben szeretnének föllépni, akkor elsősorban javasolnám az áfának a mielőbbi csökkentését, ugye a 27%-os rekordáfa az, mennyire csökkenteni? Az botrány, hát ugye van háromféle áfakulcs lehet. Mi ugye azt mondjuk, hogy vannak olyan termékek, alapvető élelmiszerek, amire akár nullára is le lehetne csökkenteni, az ÁFA direktíva ezt megengedi. Tehát, hogyha olyan termékekben szeretne a kormány a lakosságnak segíteni, amelyek alapvető élelmiszerek, abba egy 2 másodperc alatt keresztül vihetnek egy olyan törvényt, amiben lecsökkentik 0%-ra. Illetve az inflációval szemben általában a nemzeti bankok, a központi bankok szoktak harcot vívni. Az inflációval szemben úgy kell küzdeni, van egy kamatpolitika, van egy költségvetési politika, ezeket be lehet vetni. Például a Magyar Nemzeti Banknak az lenne a feladata, hogy a kamatnak a időszerű és gyors meghatározásával az inflációt az kontroll alatt tartja. Hát ez egy ideig ment, tehát nem nagyon sikerült visszafogni. Nem, későn és kevés jött a Magyar Nemzeti Banktól, ezért óriási kritika érte egyébként a szakmától is. Köszönöm szépen, hogy itt volt. Köszönöm a lehetőséget.